A mester, aki több mint egy évtizede oktatja a Galgamente karatékáit. Sokoldalú személyiség, aki a harcművészet mellett legszívesebben növényekkel és madarakkal foglalkozik. Dísznövénykertész, hobbi állattenyésztő és nem utolsó sorban édesapa. A mai ismeretlen ismerős Fási Tibor. Szia, köszöntelek. Szia. Azt mondtam rólad a bevezetőben, hogy sokoldalú személyiség vagy. Emlékszel rá, hogy gyerekkorodban mi szerettél volna lenni? Hú, ez jó kérdés. Igen, emlékszem rá. Két cél felé tendáltam. Az egyik a történész régész szerettem volna lenni mindenképpen, a másik pedig zoológus. Hát a történész régész az nem jött be. Annyiban stimmel a dolog, hogy nagyon-nagyon szeretem a történelmet, és hát mai napig aktívan foglalkozom, olvasok erről a témáról. Hát hobbi szinten akkor foglalkozom. Hobbi szinten igen, illetve részt szoktam venni történész kurzusokon is. Az ELTE-nek szokott lenni ilyen mesterkurzus, azokon részt szoktam venni ilyen történelmi különböző témaköröknek a megtárgyalásán. Tehát akkor a sport, mint olyan, nem is jött elő? A sport az később jelentkezett. De sportoltál gyerekként is. Így van. Jól emlékszem, akkor asztalteniszsel, pingponggal kezdtem a sportolói pályafutásomat. Aha. Azt aktív versenyzőként, vagy csak? Hát amennyire akkor abba az intervallumba, vagy abba az időszakban lehetett, akkor aktívan sportoltunk, amennyire ugye ezt a lehetőségek, illetve az akkori viszonyok megengedték. Tehát voltunk versenyeken, voltam megyei, még ha jól emlékszem, megyei bajnok is ott Békés megyében. Mert hogy Békés megyében születtél. Így van, Békés megyében Gyomás születtem, így van. Egy kis faluban. Hát az nem kis falu, az akkor, amikor én születtem, akkor egy nagy község. Uh-huh. Ha jól emlékszem, akkor 1989-ben pedig egyesült a Gyoma mellette lévő Endrőd nagyközséggel, és akkor Gyoma-Endrőd néven várossá változott a két településnek az elnevezése. Na és akkor ott hagytuk abba a sportpályafutásodat, hogy asztali teniszeztél, és utána birkóztál is. Így van, szabadfogású birkóztam, ott adódott egy lehetőség a gyomai egyik iskola tornatermébe, és akkor eljártam szabadfogású birkózásra. Egészen addig, amíg el nem költözött az edző más településre, és akkor a szakosztály az így mond megszűnt létezni. És utána kezdtél el karatézni? Hát akkor volt egy kis kihagyás, mert ugye utána középiskolába kerültem, és valamikor a középiskola, azt hiszem, második osztályában ismerkedtem meg a karatéval. Akkor az ha jól emlékszem, 1986-87-ben lehetett, ez akkor a magyar karaténak az egy hőskora volt. Mindenki karatézni szeretett volna, uh-huh. így én is. Uh-huh. Azért kezdted el? Azért kezdtem el, így van, a osztálytársakkal együtt. Hát most már szerintem az osztálytársak közül én vagyok az egyetlen, aki aktívan végzi ezt. De akkor, mikor nekivágtál, akkor tudtad, hogy mi az a karaté? Hát akkor ilyen nagyon sztereotíp, ilyen filmekből elkapott félinformációk voltak, meg rendelkeztünk. Akkor ez egy nyugati, hogy is fogalmazzak, métejnek számított, úgyhogy elég érdekes szituációk voltak. Ha visszaemlékszem, akkor még ilyeneket is emlékszem, hogy az akkori megyei pártbizottságtól megfigyelőként jelen volt egy hölgy az edzéseken, hogy vajon mit oktatnak a fiataloknak a szocialista rezsimben. Ez egy érdekes szituáció volt, nem volt rossz egyébként maga a hangulat az edzéseken sem, meg ennek a hőskornak a megélése sem. Sokkal nehezebb dolgunk volt, mint a mai tanítványaimnak, abban viszont biztos vagyok. De beleszerettél a sportágba? Én, ha nem is a sportágba, hanem inkább a karatéba, mert a sport, maga a sportág része az soha nem vonzott. Uh-huh. Maga nekem a mozgás, meg a mögötte lévő filozófiai tartalom volt, ami nekem igazából megtetszett. Ez egy életforma tulajdonképpen. Ez így van, ez egy uh-huh. életforma. Az ember az én gondolom 0-tól 24 óráig karatéka. Uh-huh. És a karaténak több szakágát is kipróbáltad? Igen, először ilyen útkeresés volt, nem nekem, tehát nem én választottam, hanem tulajdonképpen az edzők jöttek-mentek, és akkor így keveredtünk a Vadorius stílushoz, a Rostás Tibor mesteremhez, így kapcsolódtunk hozzá, és akkor azóta én gyakorlatilag hűséges vagyok mindkettőhöz, a stílushoz is, és a mesteremhez is. Ez véletlen volt? Ez egy teljesen véletlen, ott vidéken nem nagyon lehetett választani. Uh-huh. Ez akkor így adott ez a lehetőség. Én úgy gondolom, hogy
a stílus az megtalálja azokat az embereket, akik szeretik. Ha most választanék stílust, akkor is a vadorjú karatét választanám. Sokban különböznek? Én, mint aki egyetlen nem ért a karatéhoz, azért kérdezem. Mint ahogy minden ember más, mint a többi. Úgy gondolom, hogy minden karate stílus más, mint a többi. Én azt gondolom, hogy az én felfogásomnak, az én habitusomnak a vadorjú karate felel meg a legjobban. Miért? Milyen a te felfogásod? Hát támadó jellegű, ugyanakkor rendkívül gyakorlatias, leegyszerűsített, nincsenek benne felesleges technikák, felesleges mozdulatok. Én úgy gondolom, hogy ez talán az életemre is, meg az élet felfogásomra ugyanígy igaz. És elkezdted űzni a karatét, és utána nem sokra már tanítottad is. Igen, ez egy érdekes dolog. Gyakorlatilag vele edző nélkül maradt ott a gyomai klub, ezért nagyon hamar valakinek az élére kellett állni, és mivel én voltam a rangidős, ezért az én élettem az, aki egy néhány év múlva oktattam a velem együtt járó tanítványokat. Én nem tudom, hogy hogy van a karatéban, ezért kérdezem, hogy nem kell elérned egy bizonyos szintet, hogy oktathass? Hát akkor még ez nem volt annyira fontos, illetve az akkori szintek azon lényegesen magasabb tudással párosultak, mint a mai ennek megfelelő fokozatok. Én akkor lilaövesként kezdtem el vadorjú karatét oktatni. Most már ez nem egy túl nagy fokozat, de akkor nagyon sok magyarországi klubvezető hasonló lilaöves fokozattal rendelkezett, akikből aztán később nagy klub vezetők lettek. Én, ahogy látom, külső szemmel, a karate elég nagy fegyelmezettséget, kitartást, keménységet követel. Mennyire változtatta ez meg a te személyiségedet, amikor elkezdtél, vagy te alapból már ilyen természetű voltál? Valamennyire biztos fegyelmezettebb voltam az átlagnál, ha lehet ilyet mondani, bár biztos a ismerőseim ezt megcáfolnák. Bár ugyanakkor azt gondolom, hogy a karate, illetve bármilyen sportágban a fegyelem az nem az erőszakos fegyelmezésen múlik, hanem a tanítvány vagy a tanuló belső fegyelmén. Tehát ami nem megy, azt nem szabad erőltetni. Ha valakiben van egy egészséges belső fegyelemre való igény, akkor ez működik, ez a dolog. Biztos, hogy a személyiségemen nagyon sokat változtatott, hiszen pont abban a korszakomban talált meg a karate, amikor ugye az ember a legfogékonyabb különböző dolgokra, ugye ez a középiskolás korosztály, amikor az embernek a valós egyénisége kialakul. Tehát biztos, hogy egész más ember lennék, ha ezt én nem folytattam volna végig. De ezt tapasztalod a tanítványaidon is, hogy változtat a személyiségük? Igen, nagyon-nagyon sokat. Nem csak én tapasztalom rajtuk, hanem a szülők, a pedagógusok, a társaik, illetve hát a többi tantárgyban is a különböző eredményeik azt mutatják, hogy ez sok-sok jó pozitív vonást ad az ő jellemüknek. Beszéltünk már elég sokat most a karatéról, de szeretném, hogyha egy pár szóban összefoglalnád, hogy mi a lényege ennek a sportnak vagy életformának, mik a legfontosabb dolgok, amit tudni kell róla egy átlag embernek, tehát közérthetően próbáld elmondani, mert sokszor mondjuk az újságban szoktam vele találkozni, amikor írtok arról, hogy ki milyen eredményt ért el, vagy mit csináltatok, milyen táborokban vettetek részt, és a felét nem értem, bevallom. Úgyhogy nem értek a karatéhoz. A versenyekről való tudósítás az tulajdonképpen egyfajta marketing fogás. Tehát a verseny, illetve a versenyen használt technikák összessége, az csak egy töredéke a karate valós technikai repertoárjának. A karate az ennél sokkal több. Nagyon nehéz ezt összefoglalni. A legfőbb szempont szerintem, amit én tanítványoknak át tudok adni, az a nevelés. A verseny, az edzőtábor, az övvizsga, az mind-mind az csak egy eszköz a nevelési cél érdekében. Tulajdonképpen ha technikai oldalát szeretnénk megközelíteni, akkor egyfajta mozgás, egyfajta erőléti fejlesztés, fizikai nevelés. Ha a szellemi oldalát, akkor visszamegyünk erre a fegyelem, a tisztelet, a kölcsönös tisztelet, ugye a különböző hierarchia, ugye itt annak aláfölé rendeltségi viszonyok, ezeknek a megszokása, megtanulása. Tehát nagyon sokrétű a karaténak a hatás, én úgy gondolom, a gyerekekre. Maga a technikai része az tulajdonképpen az mindegyik ugyanaz, valami fajta önvédelmi közelharc metódusnak a megtanulása, és ez minden karate stílusra, illetve minden harcművészeti stílusra jellemző, csak mindenki máshogy éri el. Most ugyebár a Galga mentén oktatod a karatét. Hát igen, most már 11 éve. Aha, mert hogy ide költöztél Galgahévízre, Budapestről. Van. Miért pont ide? Ez is egy véletlen eredménye, tulajdonképpen amikor
ide költöztünk, akkor előtte ugye körbejártuk itt a környéket, és nagyon egyszerű oknál fogva itt a négy településen, ugye Bag, Évíz, György, Galgahévíz, Tula településen kerestünk a főút mellett házat, és éppen Galgahévízen adódott eladó ingatlan. De ez akkor tudatos volt, hogy ezen a vonalon indultok el? Annyiba volt tudatos, hogy mindenképpen ugye Gödöllőtől kijebb, tehát ilyen Aszó, Domony, Domonyvölgy környékén szerettünk volna letelepedni, vagy ide költözni, és tulajdonképpen a feleségem emlékezett rá, hogy itt Turán van egy szép kastély, és egyszer forduljunk el akkor a hármas főútról Bag irányába, elfordultunk, és hát megtetszett a terület. És akkor, amikor ide költöztetek, akkor kezdted el beindítani itt így a karate oktatást? Egy pár nap múlva be is indult a klub, Aszódon kezdtem először, így van. Ebben akkor biztos voltál, hogy ezt szeretnéd csinálni? Abban mindenképpen, mint utóbb kiderült, pont jó időben voltam jó helyen, mert előtte egy pár évvel Aszódon megszűnt a Sotokán szakosztály, úgyhogy pont egy ilyen kitöltetlen űrnek a szerepét tudtam átvenni. És azóta tanítasz már? Hát most már a többi településen is így van, Hévízgyörkön, így van, Turán beindult, Galgahévízen. Hány tanítványod van? Hát összesen ilyen 100 környéke a tanítványaim száma. Pontosan nem tudom, mert ugye ez változik. Az nagyon szép szám. Hát én is úgy gondolom, bár lehetnénk többen is. És a 100-ból akkor van elég nagy esély van arra, hogy vannak nagyon tehetségesek. Így van. Minél nagyobb számból, minél több tanítványom van, hogy annál több tehetségre bukkanok rá, bár én elsősorban nem a tehetségeket keresem, hanem az átlagos képességi, jobb szorgalmú embereket, velük többre megyek. Na de hát a tehetségeseket tudod versenyre vinni, vagy nem? A kettő az nem függ össze. Nem. A siker, bármiben siker, az 10% tehetség, tehát genetika, 90% munka, tehát szorgalom. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt is inkább a szorgalom a meghatározóbb, illetve amit el szoktam mondani a gyerekeknek, hogy egyfajta szándékegység kell a karatéhoz, a tanítvány, az edző és mondjuk a gyerek szülője között. Ha ez nincs meg, ez a hármasnál lévő szándékegység, akkor nem működik. Nem lesz siker. De azért célod, hogy versenyekre vidd a tanítványaidat? Nem cél, mint mondtam, ez egy eszköz. Eszköz a nevelésben, ez egy eszköz. Sok-sok szerepe van. Nem elsősorban az a célom, hogy jó versenyzőket neveljek. Nagyon sok hatása van a versenynek, nagyon sok jó pozitív hatása van. Mutatja a többieknek ugye az utat, mutatja a lehetőséget, motivációt ad magának a versenyzőnek, illetve az edzőtársainak, de elsősorban nem ez a cél. Te magad jártál versenyekre? Én legutóbb szintén odaálltam, illetve az idén voltam, volt Európa Kupa áprilisban, oda szoktam állni. Én pont azért állok oda, hogy megmutassam a tanítványoknak, hogy nem csak beszélek róla, hanem én magam is versenyzek. És fontosnak tartod azért, hogy... Igen, mert nincs jogom akkor elvárni, hogy ők mondjuk küzdelembe elinduljanak, ha én magam félek odaállni. Persze. Milyen eredményeitek vannak? Hát az eredményeket felsorolni az nagyon-nagyon hosszú lenne. A legfontosabb. Hát a legutóbbi az a 4 Európa bajnoki cím, ugye a Hajdú Gréti, Hajdú Nóri, Hajdú Eszti csapatban Európa bajnokok lettek formagyakorlatban, illetve a Hajdú Eszti egyénibe szintén formagyakorlatban Európa bajnok lett. Tehát ezek a legfrissebb, legutóbbi eredmények, de azóta volt egy országos bajnokság, ahol szintén hoztunk, ha jól emlékszem, 6 ezüst és 4 bronzérmet. De azért, hogy ilyen eredményeket elérjetek, az óriási plusz munkát, energiát kíván meg, akár tőled, akár a tanítványaitól. Hát pont ez, amire nem mindenki alkalmas, és ez nem tehetségfüggő, hanem ez a gyerekeknek, meg a szülőknek a szorgalmán, meg a hozzáállásán múlik. A te hozzáállásod. Hát én mivel nagyon szívesen csinálom, tehát ha valaki kitalálja, valamelyik tanítványom kitalálja, hogy ő mondjuk évfélkor szeretne edzeni velem és felkészülni egy versenyre, akkor mész? Én szerintem simán. Tehát most, amikor az Európa bajnokságra készültünk, nekem fel sem merült például, hogy hétvégén valamikor ne érjek rá. A tanítványok mondtak időpontot, hogy ők mikor szeretnének, én hozzájuk igazodtam. Elintéztem, hogy addigra legyen tornaterem, tehát én ebbe teljesen nyitott vagyok. Mindenkiben szoktam mondani, mindenkiben annyi plusz extra energiát fektetek, mindenkinek az extra tanulásába, amennyit ő maga. Ha úgy látom, hogy ő maga belefektet rengeteg extra energiát, akkor én is bármennyit. Hát meg is van az eredmény. Meg is van az eredmény. Úgy gondolom, hogy hosszú távon ez csak így működik, így van.
Már beszéltünk több szempontból a karatéról, de kinek ajánlanád igazából, ki az, akinek jót tenne ez a sport? Hát én úgy gondolom mindenkinek, aki szeretné megismerni saját magát, az ő korlátait, határait, tűrőképességét, meg egyáltalán szeretné valamilyen dologba komolyan kipróbálni magát. Tehát gyakorlatilag mindenkinek. Nem nagyon találkoztam még olyan sem gyermekkel, sem felnőttel, itt a Galgamentén sem, meg korábbi edzői pályafutásom alatt se, aki fizikailag, tehát testi adottságai miatt ne lett volna alkalmas erre. Ez ugyebár egy harcművészet. Igen, mindenképpen. Te használtad már valamikor az életben előfordult, az edzőterem falain kívül, tényleg? Igen, előfordult, persze. És sikeresen gondolom. És hát működött, túléltem, itt ülök. Igen. Tehát akkor ez is azért egy pozitív példa lehet mások számára. Igen, és Magyarországon sajnos, ahogy romlik a közbiztonság, ez egyre inkább motivációs erőt jelent sok-sok embernek. Mint ugyebár mondtam róla, hogy sokoldalú személyiség van, a karate az egyik oldal, és bár nem gondolná az ember, hogy a karate, illetve a harcművészet összeegyeztethető a növényekkel és állatokkal, mert azok olyan lágyabb dolgok, de a te szívedben mégis elfér. Én úgy gondolom, hogy nem összeegyeztethetetlen ez a két dolog, illetve ez a három dolog egymással. Ezek kiegészítik egymást. Ez honnan ered a növények és állatok szeretete? Hát a madarak. A madarak, igen, konkrétan a madár szeretet az, nem tudom, az egyszer csak úgy kialakult gyerekkoromban. Ugye én mindenképpen madarakat szerettem volna tartani, közelről tartani, és mondjuk nem elégedtem meg az akkori vidéken fellelhető házi állatokkal, hanem mindenképpen én egzotikus díszmadarakra vágytam. Volt valami szülői háttered? Nagyapám az vadászott, illetve ő tartott, akkor még Magyarországon lehetett tartani, én hazai csízeket, tengerészeket tartott. Én gyerekkoromban én láttam neki a madarait, és akkor valahogy innen indult ez a indítatás. Uh-huh. Az első kalitkái még az ő általa megörökölt kalitkák voltak. És hány évesen kezdtél el madarakat? Hát gyakorlatilag én 5-6 éves koromban, még iskolában nem jártam, mert akkor voltak díszmadaraim, úgyhogy... És te nevelted őket? Igen, hát én gondoztam, így van, napi szinten gondoztam őket. Igen, mert az volt a feltétel a szülei engedélynek, hogy ha én gondozom, így van, akkor maradhatnak a madarak. Ez elég különös, általában kutyát szeretnének a kisgyerekek, meg cicát. Kutyája mindenkinek lehet. Kutyája, cicája, vidéken mindig volt mindenkinek, tehát kutyánk, cicánk mindig volt, baromfia, galambok mindig voltak, tehát olyat kellett, ami nincsen mindenhol. És ez azóta tart? És ez azóta ez kitart, ez a dolog, igen, most már. Sőt, mi több? Azért elég sok felementél ebből az irányból. Igen, elég szétmentem ebből a dologból, igen. Hát jelenleg is tartok díszmadarakat, illetve voltak ezzel kapcsolatos külföldön munkavállalásom. Mint például? A Müncheni állatkertben dolgoztam madárosztályon. Ott mit csináltál? Hát ott tulajdonképpen egy ilyen szakápoló voltam egy madárháznak, tehát egy komplett madárháznak a szakápolója. Kollégáimmal együtt az ottani madarakat, több száz madarat gondoztuk, ugye napi takarmány előkészítés, különböző tenyésztési feladatok, megfigyelések, kutatások írása, egy ilyen dél-amerikai papagájfaj, illetve papagáj nemzetségnek, az aratinga nemzetségnek a behatóbb tanulmányozása volt ott a konkrét feladatunk. Azt gondolná az ember, hogyha valaki ennyire szereti a madarakat, meg ennyire ragaszkodik hozzájuk, akkor ez az álomállás, nem? Igen, de aztán a nacionalizmus felülkerekedett rajtam, és hazajöttem. Úgyhogy... És itt Magyarországon nincsen erre lehetőség? Hát ilyen? Magyarországon nagyon-nagyon korlátozottak az ilyen irányú lehetőségek. Nagyon kevés ember hódolhat úgy a hobbiának, hogy ez mellette a szakmája is legyen. El is végeztél ezzel kapcsolatban? Így van, néhány évvel ezelőtt egy ilyen hobbi állattenyésztés forgalmazó szakot végeztem, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy a tudásom mellé szerezzek egy papírt. Mert hogy tudásod már megvolt. Hát az megvolt, persze, gyakorlati, meg elméleti tudásom megvolt. Annyira érdekelt, hogy folyamatosan olvastál utána? Hát én annyira érdekel, hogy folyamatosan olvastam utána, illetve ha lehet azt mondani, akkor nyelveket is azért kezdtem el tanulni, a német nyelvet biztos, hogy a német nyelv, illetve a különböző nyelvű szakirodalomnak utána tudjak olvasni, tehát egyáltalán megértsem a külföldihez tartozó szakirodalmat. Tehát akkor Németországban már úgy mentél ki, hogy szakmailag perfekt beszéltél németül. Igen. Tehát a szakmai rész az fontos volt, ott volt egy meghallgatás. Ott mindenképpen nem is a végzettség számított, mert ugye Magyarországon nincs ilyen konkrét, akkor nem volt ilyen konkrét végzettség, hanem a gyakorlati tapasztalata volt a számottevő az embernek, és hát úgy vették föl. Mondhatod, hogy itthon is vannak madaraid. Hány állatod van? Hát tudod? Egy ilyen 60-80 darab díszmadarat gondozok. Ezeket tenyésztem, szaporulatot eladom,
Tulajdonképpen ez is csak egy ilyen keftelés, vagy hobbinak nevezhető időtöltés. Exotikus madarak mind? Ezek mind, igen, igen. Mert a magyar, illetve az európai madarak tartását Magyarországon a törvény tiltja, ezért kizárólag exotikus madarakat lehet tartani, tehát más földrészről származó madarakat lehet tartani. De más madarak is érdekelnek, tehát nem csak az exotikus madarakkal. Természetesen az európai, illetve magyar madarak megfigyelése is régóta vonzott, ez is egy ilyen gyerekkori szerelem, úgyhogy ezzel kapcsolatban minden lehetőséget megkerestem, hogy ennek a igényemnek is eleget tudjak tenni. Mint például voltál táborban? Így van, Hortobágyon volt egy, szerintem még a mai napig tart egy ilyen természetvédelmi tudományos kutatótábor. Ezeket tulajdonképpen diákoknak hozták létre, és hát jó pár évig, több mint egy évtizedig aktív tagja voltam, kutató tagja voltam ennek a természetvédelmi tábornak. Minden évben jártatok a Hortobágyra? Így van, minden évben jártunk a Hortobágyra, és ökofaunisztikai madártani felmérő munkát végeztünk. Hát akkor megalapozta a tudásodat abszolút. És most a karatét össze is kapcsolod a természetvédelemmel, azzal, hogy ezt a missziót folytasd, hogy minél többen megismerjék, a gyerekek is megismerjék, és szeressék a természetet. A karate az nagyon alkalmas erre, mert hogy a gyerekek eleve adottak, és ugye a gyerekek fegyelmezetten viszonyulnak sok-sok dologhoz, és képesek befogadni karatén kívül más ismereteket, és ugye amikor csak lehet, akkor ezt a két dolgot ezt összehozom, összeegyeztetem. Így fordul az elő, hogy minden évben, amikor csak lehet, akkor a aktuális Tápiót-Györgyei klubedzőtáborunkban egy madárvédelmi, madártani szakember tart diavetítéses előadást, és hát a gyerekek az Orbán Zolinak az előadását minden évben nagyon élvezik. Illetve hát eleve a táborhely is olyan, a Tápiót-Györgyei táborhely, hogy az már eleve egy ilyen természetvédelmi erdei iskolának a bázisa, úgyhogy ott a gyerekek az kimondottan ilyen közegbe tudnak pihenni az edzések között. És vevők rá a gyerekek, tetszik és nekik szeretni. Igen, meglepő módon érdeklődnek a dolog iránt, és teljesen befogadókészek ez iránt, az ismeretek iránt. Vannak terveid a madarakkal kapcsolatban, illetve ezzel az életed ezen vonalával kapcsolatban? Merre szeretnél? Hát konkrét szakmai tervem az talán annyi, hogy van egy pár ilyen álomfaj, amit szeretnék még tartani, tenyészteni. Vannak ilyen madárfajok, ez igazából nem, egyik sem olyan megvalósíthatatlan. Azért álom, mert olyan sokba kerül, vagy annyira hát, ritka? Viszonylag drágák is, ritkák is, meg azért ezeknek megfelelő hátteret létre kell hozni, tehát megfelelő helyet kell létrehozni, tehát azért ez több időt vesz igénybe. Ilyen szempontból mindenképpen ezek ilyen álomfajok maradnak. Aztán vannak viszonylag elérhető madárfajok, amik így menet közben megtetszenek, és egyszer csak rájövök, hogy én nem tudok nélkülük élni, és akkor beszerzek ilyet, és akkor megpróbálom őket tenyészteni. Mit szól ehhez a feleséged? Hát, mivel így ismert meg, úgyhogy ez már... Hogy ez veled jött. Ez velem jött, tehát ez ilyen csatolt szerződés része, úgyhogy ezzel már nem nagyon tud mit kezdeni, úgyhogy így kénytelen elfogadni. Meg szeretnék viszonylag rendszeresen publikálni ehhez kapcsolódó szakcikkeket. Aztán egy ilyen nagyon nagy tervem, egy ilyen magyar nyelvű átfogó díszmadaras szakkönyvnek a megírása. Az még azért nagyon sok mindent kell tanulnom. Uh-huh. Hát először magadat kell képezni az ügyben. Igen. És van két gyermeked. Ők a madarakkal milyen viszonyban vannak? A fiam az igazából ez egy kötelező rossznak tartja őket, tehát ő nem igazán érdeklődik irántuk. A lányom az viszont nagyon fogékony az ilyen természettel kapcsolatos dolgokra, úgyhogy ő aktívan segít a gondozásukba. Ő neki saját, nem madara, egy saját kis törpehörcsöge van, amit ő gondoz. De akkor az állatok szeretete az állatok öröklődött. Szeretete legalább így félig meddig öröklődött, aha, igen. De hogy neked nem csak az állatok felé van szereteted, hanem a növényeket is szereted. Az dísznövénykertészet, dísznövénykertészként dolgoztunk feleségemmel, és hát nekem kimondottan a dísznövények közül is a kaktusz és a posgás növények, amik kiemelkednek a kedvenceim, ugye a különlegességük meg a ritkaságuk folytán, meg a egyedi életmegoldásaik alapján, úgyhogy én ez irányú módon is képeztem magam, illetve sok ilyen jellegű növényeket jelenleg is gondozok. Ami egy kicsit furcsa ugye a karatés imáshoz, igen, de igen. Hát úgy gondolom, hogy ez sem teljesen külön választhatatlan. És ez irányú terveid vannak?
Hát ez irányú, itt is vannak olyan fajok, amit még szeretnék beszerezni, gondozni. Igazából ennyi. Uh-huh. Ez a része az életemnek. Amennyire ismerlek hallomásból, elég megosztó személyiség vagy. Vagy valaki nagyon szeret, vagy nem. Hogyan viszonyulsz a kritikákhoz? Hogyan tudod ezeket feldolgozni, túllépni rajta? Annak örülök, hogy megosztó személyiség vagyok, mert legalább valamilyen fajta reakciót kiváltok. Igen. Az emberekből. Az emberek nagy többsége valószínűleg semmilyen reakciót nem vált ki senkiből. Igen. Ők a szürkék. A kritikákat azt úgy érzem, hogy egyre nehezebben viselem. A korral? Korral, vagy nem tudom, mivel jár ez. Igyekszem azért ezen is túl lenni. Most már azért sok olyan dolog zavar, ami korábbi években nem zavart ebbe a témába. Talán amiatt, hogy vannak gyerekeid, és rajtuk is lecsapott. Hát a gyerekeimen is, meg a tanítványokon is, igen, sokszor csattan az, hogyha valakinek velem kapcsolatban valami fajta negatív megjegyzése van. Az a baj, hogy ezt nem, általában nem szemtől szembe mondják meg, hanem mindig valaki másnak, aki mondjuk kedves nekem, és azt nagyon nem szeretem. Tehát ha bántani akarnak, akkor engem bántsanak. Uh-huh. Hát igen. Nehezen dolgozott fel akkor tulajdonképpen most már. Nehezen, de ez egy hosszú folyamat. Én is tulajdonképpen ugye úgy szól a dolog, hogy én vagyok a mester, meg vannak tanítványaim, de menet közben én is nagyon sokat tanulok. Uh-huh. Minden gyerekhez ugye más-más használt utasítást kell létrehoznom, tehát menet közben én is rengeteget fejlődöm úgy, mint edző, meg mint ember is. Uh-huh. És ebbe bele tartozik az, hogy a kritikákat azt valamilyen formában elfogadjam. Igen. Elég sok mindent csináltál életed folyamán. Ez azért van vajon, mert keresed önmagad, vagy egyszerűen csak ennyire, valóban ennyire sok oldalú vagy, és ennyi minden érdekel? Hát vagy lehet, hogy a kettő az egy és ugyanaz. Igen, igen. Lehet, hogy az útkeresés meg a sokoldalúság az átfedő fogalmak. Nem tudom ezt, igazából nem tudok erre választ adni. Ez így alakult. Igazából nem bánom egyetlen percét sem. Úgy gondolod, hogy a jövőre már megvan az utad? Tudod azt, hogy merre kell tovább taposni? Mondjuk a karate felé, és tovább építeni ezt? Azt tudom, hogy a karate az, amíg élek, illetve aktívan tudok élni, mozogni, addig a karate az el fog kísérni. A természet szeretete is, meg az érdeklődési köröm is az is biztos, hogy ezek biztos fix pontok lesznek az életemben. De hogy ezek milyen arányban... Ezt majd a jövő fogja eldönteni. De a karatéban van még hová fejlődni? Karatéban persze. Úgy nekem egyénileg is, mint edzőként is persze. De te jársz akkor még a mesterethez? Én a mai külön... napig így Aha. van, a mai napig rendszeresen így van, továbbképzel magam, amilyen lehetőség csak adódik, én ezeken általában ott vagyok, hiszen itt nincsen megszerzett maximális tudás, itt mindig van magasabb, meg van olyan tudás, amit még mindig meg lehet sajátítani. A japán mesterünk példája is mutatja, hogy 66 évesen még mindig tud ő is tanulni, meg még mindig tud újat tanítani nekünk. Japánból is járnak akkor ide? Hát ő Ausztriában él, tehát ő, aki Galgévizen most már 6. alkalommal edzést tart, ő Ausztriában él, de ő minden szempontból japán mentalitású, japán karate mesternek tekinthető. Azt kívánom akkor, hogy sokat fejlődj még mindenféle téren. Köszönjük. És a karatés tanítványait, a karatékák is fejlődjenek. Nevükben is köszönöm. Minél többen legyenek. Köszönöm, Mind hogy legyen. Itt voltál. És köszönöm. Köszönöm önöknek is a figyelmet, várom önöket legközelebb is. Viszontlátásra!